Sportmagazin. A heti sportás a Jenei Trade Kft. Támogatásával. Ütős nap, avagy jobb adni, mint kapni a ringben. Szombaton a Bibó gimnáziumban rendezték a 15. testvérvárosok kupáját. 2-1-ből 2-3. Megszakadt a Szilárdi RFC győzelmi sorozata a megyei elsőosztályú bajnokságban. Mínusz 4 az idény nyitón. Elkezdődött a hétvégén az NB2-es férfi kézilabda bajnokság. Szép őszi estét kívánok a Sportmagazin minden kedves nézőjének. Ma NB2-es kézlabda bajnoki nyitány, jubileumi testvérvárosi pofonparti és több korosztályt is gyepre hívó labdarúgás szerepel műsorunkban. Vendégeink sok-sok hét távollét után a klasszis úszónővérek, Juhász Adél és Janka, valamint edzőjük Novotny Attila lesz. Figyeljenek ma is ránk! Tizennégy évvel ezelőtt kezdődött a testvérvárosok kupája nemzetközi ökölvívó torna története. Azóta a régió legrangosabb versenyévé nőtte ki magát. A jubileumi alkalmon 30 mérkőzést rendeztek a Horváth István sportcsarnokban. A szakemberek szerint a megméretés színvonala évről évre nő, köszönhető ez az egyre nevesebb sportolóknak. Majdnem százszor gongatott a bíró szombaton a 15. alkalommal megrendezett testvérvárosok kupáján. A Halsi Box Club hívó szavára 14 egyesület nevezte versenyzőit a rangos nemzetközi eseményre. Nem véletlen, hogy a régióban egyedülálló megméretésen tájékozódott dr. Kovács László szövetségi kapitány is. Nem csak a vidéki klubok életében van nagy jelentősége, hanem maga az utánpótlás életében, hiszen ugye a fejlesztési program keretében nagyon sok lehetőség van hazai rendezvényeken mérkőzéseket szervezni, rendezni, viszont nemzetközi találkozóra elég kevés. Most pont erre van lehetőség itt Halason, hogy olyan külföldi versenyzőkkel, csapatokat tudtunk meghívni, akik megfelelő színvonallal rendelkeznek, és természetesen nekünk és nekik is maga a mérkőzése teljesen jó lett. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen számunkra is, és a versenyzők számára is egy hasznos dolog. Utánpótlásnál, az utánpótlás korcsoportban is, itt serdülő és junior korcsoportról beszélve, mindenki oda kell figyelni. Ma a magyar ökölvívás nem engedheti meg azt, hogy az ökölvívókat van olyan, aki nem vesz számban. Kevesen vagyunk, nagyon-nagyon nehéz feladat van, hiszen a felnőtté válás az egy nagyon rögös út, tehát nekünk mindenkire oda kell figyelni, mindenkit menedzselni kell, csak mindenkit ott kell menedzselni, ahol számára leghasznosabb. A kupa jó alkalmat teremtett arra, hogy bemutatkozzanak a Halasi Klub újoncai is. Rafael Burusz néhány hónapja ismerkedett meg a bokszal. Én nem úgy gondoltam, hogy engem az érdekel, megnéztem milyen, és tetszett. Mit vársz a mérkőzéstől, mennyire tudtál fölkészülni, hogy érzed? Annyira nem tudtam fölkészülni rá sajnos, megteszek, amit tudok. Mi tetszett meg a boxban egyáltalán, hogy elkezdted ezt? Mert azért nem az a sportág, amire rögtön az ember ugrik és elkezdi az edzéseket. Nekem az. Mondták, milyen jó, nézzem meg. Oda mentem, megnéztem, tetszett. Burusz ezúttal vereséget szenvedett, de azt mondta, nem adja fel. Ott volt a ringben az egy év után visszatérő Fodor Álmos is, aki küzdelmes meccset vívott ellenfelével. A halasi fiatalember nem vallott szégyent, de ellenfele most még jobb volt. Jól lehetett látni, hát nagyon kemény ellenfél volt. Látszott is, hogy mindent megpróbáltam beleadni. Sikerült is nagyjából, de vesztettem. Mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Jó régen voltál már éles körülmények között ringben. Mikor volt ez, és mennyire vagy elégedett azzal, amit most nyújtottál a ringben? Hát egy éve volt, elég csúnyán kikaptam ügyenit Halason. Ahhoz képest ez nagyon jó volt. Kozma Anita művészeti tanulmányai miatt kevesebbet edzett az elmúlt időszakban, de két bemutató meccset is vállalt. Azt mondja, jól érezte magát hazai pályán, hazai szorítóban. Versenyen utoljára ringbe nyáron, vizsgai időszak után voltam. Most úgy jöttem ide erre a versenyre, hogy igazából nem készültem nagyon, mert az iskola miatt alkotótáborban voltam, ráadásul ez az előző hét, ez az első hét volt a suliba, minden a feje tetején, szóval még szokni kell, össze kell illeszteni valahogy az edzést, meg a
sulit, hát nehezen fog menni, de megpróbálom. Ennek ellenére milyen volt a meccs? Hogy érezted magad a ringbe újra? Hát erőlétemhez képest meglepően jól teljesítettem szerintem. Hát hogy éreztem magam? Igazából szinte majdnem mindig ugyanúgy érzem magam a ringbe. Ott vagyok, csinálom, nem gondolok másra, csak arra, ami a ringbe folyik. A nap egyik legküzdelmesebb meccsét vívta Anita nővére Bea, aki győztesen hagyta el a ringet. A két hölgy ütötte egymást derekassan, nem kimélték egymást, a közönség pedig élvezte a találkozót. Belülről azért szorosabbnak éreztem, erős volt az ellenfél. Mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Lehettem volna jobb is szerintem, azért tudok én ennél jobbat. Hogy esett a box, milyen volt hazai közönség előtt boxolni? Utoljára ugye, amikor 6 évvel ezelőtt bemutatkoztál, akkor mutatkoztál be pont itt, ezen a versenyen. Milyen volt most ez a box? Jó, ahhoz képest sokkal jobb, mint 6 évvel ezelőtt, az biztos, de jó volt itthon boxolni. A testvérvárosok kupáját a szegediek nyerték. A Csenki Ferenc emlékdíjat idén Obendorf József volt válogatott ökölvívó, és a Halas Média szerkesztősége vehette át. A jelenlévő versenyzők szakemberek szerint magas színvonalat képviselt a 15. testvérvárosok kupája. Végre elkezdődött az NB2-es férfi kézilabda bajnokság őszi idénye. A kiskunhalasi csapat vasárnap makkora utazott a bajnok aspiráns otthonába. Pajcs Róbert csapatának iszonyatosan nehéz dolga van, mert a délkeleti csoport újoncaként teljesen ismeretlen ellenfelekkel kell megmérkőzni hétről hétre. A sárgamezes UKSC vette be elsőként a kaput, de a 35. másodpercre egalizált a pályaválasztó. Ezután 3-3-ig kiegyenlített játékot láthattunk, aztán azonban hullámvölgybe került a Halas. 8-4, majd 10-5 lett az állás. Időt kért Pajcs Róbert, és változott a menetrend. Felzárkózott a sárga gárda, de sajnos ordító zicserek maradtak ki, és a sípmesterek sem a mieinket támogatták. A félidő 17-13-mal zárult. A kispadcsere után állandósult a hazai fölény. Rendre 4-5-6 gól volt a differencia. Cserélt, váltott sűrűn a halasi edző, de nem változott a játék képe. Magabiztosan tartotta korábban kialakított előnyét a pályaválasztó. A finishben némileg felgyorsult a találkozó, de a két bajnoki pont sorsa egy pillanatig sem maradt kérdőjeles. Makó KC, Kiskunhalasi UKSC 27-23. Mérkőzés elején beszélgettünk arról, hogy első fordulós mérkőzés, ezek mindig nehezek, ez be is igazolódott. Igazából ennél mi tudunk jobban is játszani. Én azt mondom, hogy sok hibával játszottunk. Maximális erő kifejtésre készített a Halas bennünket, amiért dicséret az ellenfélnek. Én azt mondom, hogy egy sportszerű mérkőzés volt, mi talán kevesebbet hibáztunk, mint az ellenfél. Reálisnak tartod ezt a különbséget? Én úgy gondolom, hogy igen, végigvezettük a mérkőzést, tehát volt 7 gól is azt hiszem közötte, tehát én azt mondom, hogy valahol reális, az lehetett volna több is. Bár hogyha picit jobban meglovagolja a hibáinkat a Halas, akkor szorosabb is lehetett volna. Most ennyi lett a különbség. Én a vereség ellenére én nagyon-nagyon elégedett vagyok a csapatommal. Megmondom őszintén, küzdöttünk, hajtottunk, nagyon sok hibával játszottunk, és szerintem ez került a két pontba. A Makót úgy hallottuk, hogy bajnokaspiránsként lép pályára. Igaz, hogy jó csapat, de én úgy gondolom, hogy hagytak ma a fogást nekünk. Sajnos mi ezt nem tudtuk kihasználni, főleg az első fél időben. Rengeteg zicsert hibáztunk. Pedig még a meccs előtt mondtam a srácoknak, hogy kulcsmomentum lesz a zicser kihasználás, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk oda a lövések befejezésére. A másik dolog, amivel nagyon-nagyon elégedett voltam, az a védekezésünk. Hát parádés módon, amit a Gyurma csinált zavaróba, meg a srácok, amit küzdöttek, úgy gondolom, hogy az első hibánk az 52. percből volt a védekezésünkből kifolyó, amikor megettünk egy figurát. Egyébként meg nagyon-nagyon lelkesen, nagyon-nagyon sok ütközéssel, amit kértem. Tudtunk belőle indulni, gyors gólokat lőni, és hogyha nem maradnak ki az ittszereket, még több is lett ebből, de úgy gondolom, hogy ez a meccs ez nagyon-nagyon jól megmutatta, hogy
igenis van keresnivalunk, ez nekem egy plusz motivációt is adott, hogy igenis érdemes nagyon a srácokkal foglalkozni, mert nem grunt kézilabdát játszottunk, hanem iskolázott kézilabdát, és tudunk partiba lenni mindenkivel szerintem ebbe a bajnokságba, ha ilyen mentalitással, ilyen szellemmel, és még kevesebb hibával játszunk. Repülő rajtot vett az U16-os megyei labdarúgó bajnokságban a Velez Attila irányította Szilády RFC. A halasi srácok az első körben Kecelen nyertek simán 4-1 arányban, majd a második hétvégén a Harta is kapitulált hazai pályán. Itt 2 gólt passzíroztak be az ellenfél hálójába a fiúk. Szombaton következett az igazi erőfelmérő, hiszen a remek formában játszó Kiskunmajsa érkezett a gyönyörűen felújított sportpályára. Folytatódik-e az RFC sorozata? Ez volt a legfontosabb kérdés a meccs előtt. A Bordó-meze Szilády RFC csapata játszott sokkal tetszetősebben és hatékonyabban az első játékrész nagy részében. A 20. percben Somoskövi Szabolcs szerzett vezetést a Halasnak, majd 10 perccel később Vince Imre már 2-re növelte a különbséget. Ezután is rohamozott a Szilády, mégis úgy tűnt, egyre inkább többet birtokolja a labdát a Majsa. A féldő finisében aztán ennek meg is lett az eredménye. Nyerges Pál egy lecsorgó labdát izomból lőtt Faddi Dávid kapujába. A 2-1-es félidei állásnál volt bőven teendője a két edzőnek. Az elején rosszul kezdtünk, ránk jött a Kiskunhalas, jó játszottak az elején, nagyon ránk jöttek. Hiányosan álltunk fel, de hát mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van. Sajnos sikerült begyűjtenünk még egy sérülést, a középső védőnk egy rúgásnál megsérült és lejött. Bízunk benne, hogy nem lesz maradandó, vagy hosszú ideig jövő héten nagyon nagy szükség van rá, mert kevesen vagyunk. És így hátul egy kicsit hiányosak vagyunk. Rúgott az ellenfél 2 gólt, most sikerült fölzárkóznunk 2-1 az állás. Bízom benne, hogy másik fél időben, hogy figyelünk, akkor megbírjuk fordítani, mert megvannak a helyzeteink, az kell, hogy azokat értékesítjük. Csabi, hogyan kell játszani a második fél időben? Hogyan kell pontosabban, koncentráltabban játszani annak érdekében, hogy fölzárkózzatok? Több futásra kell, meg elő kell magabiztosabban megcsinálni, bátrabban megcsinálni az 1-1-eket, és lőni, mert az öreg törvény lövésből lesz a gól. Egy rossz kipattanó, nem nyúlnak bele, belenyúlnak, megpattanhat. A kapu előtt vagyunk, akkor bírunk gólt lőni. Ha mi térfelünkön vagyunk, onnan csak kapni lehet. Az első 20 percben próbáltunk ügyesen talajon játszani, zártak voltunk. Aztán úgy gondolom, hogy az ellenfelünk fölén kerekedett, kondicionális képességekben sokkal jobbak, mint mi, illetve mentális képességeikben sokkal erősebbek. Ránk erőltették az akaratukat, nagyon sokszor átjátszották a középpályánkat, talán még szét is estünk egy kicsit a középpályán, de remélem, hogy a pihenő jól jött a srácoknak. Ez a nagyon nehéz dolog most, a második fél időben, amikor az ellenfél gólt rúgott a fél idő végén, és lendületbe jött. Most nekünk kicsit okosan és higgadtan kell játszani, nem szabad elrohanni az elejét, zártnak kell lenni a középpályánkon, biztonságos védekezésből kell támadni, nem pedig feladni a területeket az ellenfélnek. A fordulás után egyre jobban belejött a zöldmezes gárda. Az 51. percben egy meglepő támadás végén Telek Péter egyenlített, majd menekülve a döntetlen pont osztozkodásából a 78. percben Simon Viktor bebiztosította a vendégek sikerét. Szilády RFC U16, Kiskunmajsa FC U16, 2-3. Ezzel a Szilády RFC elszenvedte idei első vereségét a megyei bajnokságban. Szavazzunk Halász Bencére! Az ország egyik legtehetségesebb dobóatlétája Halason még Györgynél kezdte sportpályafutását, most pedig sorra dönti meg a korosztályos rekordokat. Az Európai Atlétikai Szövetség egy szavazást indított, keresve a kontinens legnagyobb atlétikai ígéreteit. Bence bent van a legszűkebb elitben, de még szeptember 28-áig lehet rá szavazni. A voksolás részletei a Halas Média oldalán megtalálhatók. A labdarúgó kölyök ligában a Szilády RFC U10-es és U11-es csapata remek teljesítmény nyújtva, 3-3 győzelmet aratva 18 pontot gyűjtött a hétvégén. Az MB2-ben az U17-esek Makon 6-0-ás vereséget szenvedtek el, az U19-esek szoros meccsen 3-2-re kikaptak. Mindkét gólt Csupich István szerezte. A megyei elsőosztályú női kézlabda bajnokság első őszi fordulójában magabiztos könnyed győzelmet aratott a Halasi gárda. KB autótím Ese, Félegyházi KSC 34-8.
Nézzük most képes rövid híreinket. A megyei elsőosztályú női labdarúgó bajnokság szombati játéknapja igazi rangadót hozott. A városi sportpálya B játékterén a Szilády RFC csapata a Kiskunhalasi FC rutinos gárdájával csapott össze. Az első találatot büntetőből a világoskék mezes KFC szerezte, de aztán két perccel később egyenlíteni tudott az RFC. Ezután újabb büntetőből előnyt könyvelhetett el a KFC, majd tovább növelte a különbséget Halász Géza gárdája. A vége a vártnál nagyobb arányú differencia lett. Kiskunhalasi FC Szilády RFC 2-1-es féldő után 5-1. A KFC-ben Nagy Vivien háromszor, Csamangó Dóra kétszer volt eredményes, míg a másik oldalon Nagy Andrea szerzett találatot. Szombaton délután a Közösségek Háza nagy terme adott otthont a Barna Sörögő klubja hagyományos rendezvényének, a szülinapi pingpong versenynek. Vlasic Zoltán főszervező amatőr és profi kategóriára osztotta a mezőnyt, majd kora estig folytak a párharcok. Végül az amatőr kategóriában Juhász Gábor nyert Rada Erzsébet és Kolarics Attila előtt. A profiknál Széchenyi Levente volt a legjobb, László Árpádot és Mikó Lászlót megelőzve. A meglepetés párosoknál a Rada László duó győzött a Kolarics Busa, valamint a Széchenyi Mohos kettős előtt. Külön díjban részesült Rada Erzsébet és Eckert Noémi. Az MB2-es junior kézilabda bajnokság délkeleti csoportjában a Kiskunhalasi UKSC vasárnap Makón mérkőzött. A sárgamezes halasiak folyamatosan vezettek az első játékrészben, a vendéglátók azonban rendre fel tudtak zárkózni. Az első játékrész végén 14-14-et mutatott az eredményjelző. A második fél órában rengeteget hibáztak a mieink, és ez nagyon felhozta a piros mezeseket. A hajrába érkezve már 5 góllal vezetett a pályaválasztó. Megpróbált fölkapaszkodni Nagy Ernő együttese, de erre már nem maradt idő. Végül egy simán nyerhető találkozót veszített el a Halas. Makó KC junior, Kiskunhalasi UKSC junior 33-28. Kedves nézők, folytassuk úszással. Vendégeink ma este Juhász Adél, Juhász Janka és edzőjük Novotny Attila. Jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét, szia! Jó néhány hetet távol töltöttetek Halastól, edzőtábor, verseny és egyéb elfoglaltság, és Szingapúrról még nem tudtunk szót ejteni, ugye az ifjúsági világbajnokságról. Így néhány hét távlatából azt kérdezem valamennyitektől, hogyan éltétek meg, hogyan értékelitek az ottani teljesítményeteket? Adél? Attila azt mondja, hogy ez egy nagyon jó, túlszárnyaltuk azt, amit elképzeltünk, de én azért jobbra számítottam. Nem időben, az tényleg jobb volt, hanem helyezésben. Konkrétan milyen számban, számokban indultál, illetve hanyadik lettél? 1500 gyorsan indultam, és 5. lettem. És elégedett volt a teljesítményeddel? Hát ha dobogóra szerettem volna állni. Tudom, ezt elmondtad így, többször, de fantasztikus időt úsztál, folyamatosan javítottál az eredményeiden, rekordokat döntöttél. Igen, hát ennyire volt elég. Neked milyen volt a teljesítményed, hol indultál, milyen számban és hanyadik lettél? Én egyáltalán nem vagyok megelégedve magammal. Igazából 800 gyorsan, ugye 6. lettem, és úgy volt, hogy én is első 4-be szerettem volna benne lenni, és a vizet az nem nagyon éreztem. Szóval reggel nagyon nehéz volt úszni, már aznap bemelegítéskor, és éreztem, hogy ez nem messze a legjobb. És amikor belegurtam a vízbe, akkor éreztem, hogy ez nagyon nehéz. És akkor már tudtam, hogy nem úgy fog sikerülni, ahogy szerettem volna. És 1500 gyorson pedig az még rosszabb volt, mert ott már az első 500-nál teljesen meghaltam. És ott elég volt az első 8-ba bekerülni szerencsére. És úgy van megbeszélve Attilával, hogy próbálok mindkét versenyszámba, ugye előfutamba úsztam, elsőnek benyúlni. Hát ott 800-on sikerült, de 1500-on viszont nem. Az a ritka alkalom fordul elő, hogy ti elégedetlenek vagytok a teljesítményetekkel, Attila viszont nagyon meg volt veletek elégedve, de mondja elő. Igen, én rettentően elégedett vagyok velük. Most is ezt a mondani, ha bár ez már történelme ez a verseny, éppen a jövőt próbáljuk tervezni.
De ahogy visszaemlékszem, a Jankának azért az előző időszaka az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tehát én nagyon örülök, hogy ő nem elégedett magával, de hát ez nagyon összetett dolog. Kezdődött Bakuval, felnőtt bajnokság, ifi bajnokság, majd a világbajnokságra a felkészülés, mindez 2 hónapba belesűrítve. Én úgy gondolom, hogy azért ember legyen a talpán, aki ezt úgy végig tudja csinálni, hogy minden egyes versenyen a legjobb idejét javítja, és ezt ő azért végig csinálta. A világbajnokságon is a legjobb idejét úszta, hát aki a legjobb idejét úszta általában, az nem könnyű. Tehát az már a beugrás pillanatától fáj szinte. Tehát azért soha ne várja ő, de ezt én mondtam is, hogy elindulok, és akkor hú, de jó esik, és benyúlok mosolyogva, és világcsúcsot úszok, tehát ilyen nincsen. Tehát Jankáról ennyit, hát az Adéla borzasztóan meg vagyok elégedve. Neki ugye ez volt a fő verseny, erre készültünk, erre gyúrtunk. 3-4 év után derült ki, hogy esetleg a pillét ledobjuk, és a hosszú távokba próbálunk gondolkodni. Hát és szerintem nem döntöttünk rosszul. Az Adélnak az ideje az egy bődületes országos csúcs, ugye 4,8 másodperccel javította meg visszavéve országos csúcsát. És én csak szuperlatívuszokban tudok erről beszélni. Az ország 3. legjobb ideje, ami azt jelenti, hogy eddig, amióta 1500-at úsznak, azóta ő a 3. Tehát a Kapás Boglák az országos csúcsartó, és Risztovéva felnőttként, és a következő emberke az Juhász Adél. És van, tényleg egy nagyon jó eredmény. Van egy felvételünk az egyik futamról. Ezt azt kérem, hogy kollégáimtól, hogy mutassuk meg, és akkor legyetek szívesek. Milyen benyomásotok van így itt ezután? Tiétek a szó. Mit látunk? Mi történik? Melyik futamról van szó? Igen, ez az enyém, ez az én 1500 gyorsom. 1500 gyors, igen. Itt az olasz lány vezet nagyon-nagyon, utána van az amerikai, aztán megjövünk egy páron még be. Azt mondtad, hogy nagyon elléptek ott tőled a vége felé. Hát aki elől van, 21 másodpercet javított azon az idején, amivel nevezve. 21 másodpercet? 21 másodpercet. Ez mondjuk 100 méteres síkfutásban 20 méter. Hogyha lefordítjuk. Hát körülbelül. Itt majdnem, hát mennyi, 40? 35? Nem tudom, bődületes, amit ez a lány ott produkált. Visszatérve az Adél idejére, az előző világbajnokság, ami 2 év ezelőtt volt, ő 2. lett volna, azt megnéztük. Úgyhogy ezzel az idővel? Ezzel az idő, amit ő úszott. Amit most úszott. Tehát 2. lett volna, úgyhogy 3/10 lettek volna csak előtte első. Örületesen megindult a fejlődés. Örületesen, igen. Tehát a felnőtt és az ifi mezőny egyre szűkebb. Tehát szűkül a távolság köztük. Ez valamennyitöktől kérdezem, ez már a Rio-nak a szele lehet? Ez a rendkívül dinamikus fejlődés? Ez biztos. Ha már Rio-nál tartunk, és már azt mondtad, hogy a jövőt tervezgetitek, hiszen Szingapur már a múlt. Ennek az eredménynek a tükrében mi következik? Hiszen kevesebb mint egy év múlva Rio és olimpia. Milyen sanszotok van? Mi várható? Mit kell tenni addig? Dolgozni. Ugyan edzeni. Ennyi az egész? Igen. Hát eddig is edzettetek fantasztikus formában. Most már még jobban kell. Mit kell? Többet kell? Még több jobban időt teljesíteni. Kell. Intenzívebben? Igen. Jobban oda kell állni az edzésekre, úgyhogy ezt most megcsinálom, és nem hozzon, hogy egy falatba belelazítok, még azt is meg kell tolni, mit tudom, mellem van. Szóval itt még a levezető, meg a bemelegítő is számít, mert meg az átkötő bemelegítő. És minden fontos. És ezt most itt tapasztaltátok meg Szingapurban? Hogy ilyen a mezőny, és ennek megfelelően kell cselekedni? Igen. Nekem nem. Hát amikor kiderült, hogy kikerültünk a Jankával a világbajnokságra, akkor éreztem már, hogy ez már teljesen más, mint egy országos bajnokság, vagy egy Európa bajnokság, úgyhogy Ez a 800 méter, amit most igen. látnak a kedves igen. nézők. És ott van a Janka középen. És a Janka természetesen középen igen. van. Az előző 1005-ből csak az Adélt nem láttuk, tehát érdemes volt belakni a tévéseknek végül is. Tehát abból semmit nem láttunk. De ott voltam a végén. Hát a végén Ott volt, de hogy nem. Ez a 800 méter. Igen. És középen láthatjuk Jankát. Igen, tehát a Rio-ra való felkészülés ugye elkezdődött, tehát a lányok nagyon keveset pihentek a világbajnokság után. Adél egy hetet pihent, a Janka 2 hetet pihent. Azt kell erről tudni, hogy azért a tényleg 5-6-7-en próbálkoznak kapásboglárka után bekerülni.
úgyhogy olimpiai A-szintet ússzanak, és másodiként kikerülni 800 gyorsan. Uh-huh. Akár mint ifjú tanuló, vagy akár felnőttek is, úgy tudom, hogy vannak, akik ezt célozgatják, ezt a 800 gyorsot, hát mi is célozgatjuk ezt a 800 gyorsot. Itt vagy éppen? Valamelyik lányjal szeretnénk, itt hogyha részt fogjánk. 2 perc van hátra a műsorból, Attila, téged kérdezlek, hogy milyen esélyünk van, esélyetek van jóra? Hát ha azt mondom, hogy ugye hatan próbálunk kikerülni, tehát hat gyerek szeretne Rióban részt venni. És egy hely van, tehát hely hatan van. Vannak egy helyre, ezt százalékos arányban nézzük meg. Tehát, viszont az önök jó helyzet, nekem 2 van. Tehát a 6-ból 2 az enyém. Így van, tehát százalékosan már jobbak vagyunk. Az már jobb. És igen, és én rettentően bízom bennük. Én úgy gondolom, ők bíznak bennem. Úgy gondolom, ahogy belehúztak ebbe az első hetes munkába, és ebbe a helyre úgy gondolom, hogy az elvégzett munkával probléma nem lesz. Tehát mindenféleképpen megtesszük azt, amit csak meg tudunk tenni. Mikor dől el, hogy mentek vagy nem mentek? Reméljük, hogy mentek. Mikor dől ez el? Májusba. Jövő májusba? Júniusba. Júniusig lehet alszintet úszni, és aki a második legjobb alszintet ússza, az biztosan, hogy megkapásból. Vagy pedig megkeverne kapásboglárkát a két juhászlánynak, és kész, ennyi. Tehát ez a másik variáció. Attila elmondta, van még egy percük. Ti hogyan látjátok Rio esélyeit? Tessék. Adél. Hát közel van, közel van. Hát már az esély van közel? Igen. Vagy az Rio? Hát mind a kettő. Ami fizikailag azért igen. Távol van? Hát annyira nincs, ha belegondolok, mert egy év nagyon gyorsan eltelik. Uh-huh. Hát nemrég voltam 7 éves, most meg már 17, úgyhogy... De azt hiszem egyetlen esélyed van, igen. Vagy nagyon kevés esélyed van. Már arra, hogy kijussál olimpiára, arra gondoltam. Mert következő az 4 év múlva nagyon távoli. Távoli, de hát ezért küzdünk. 2-3 is. Te hogyan látod az esélyeidet, Janka? Hát csak annyit tudok mondani, hogy mindenem fog tenni annak ügyek érdekében, hogy én kijussak az olimpiára. Ehhez mit kell tenned? Technikán javítani elég sokat, és hát ilyen kicsi dolgokon is múlik, úgy, ahogy látjuk. Lányok. Néha kicsi dolgokon sokkal több múlik, mint maga a úgymond nagy dolgokon. Tehát döbbenet a forduló, döbbenet a rajt, szóval olyan pici apró nüanszokból tevődik össze egy hosszabb táv, sok pici századon, egy picit innen, picit onnan, és a végén azok nagyon-nagyon sok másodpercig fognak összerakódni. Adél, Janka, Attila, köszönöm szépen, további sok sikert kívánok köszönjük nektek. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek mondom, hogy végül néhány programot ajánlok az önök figyelmébe. Holnap 16 órakor a Városi Sportpályán a Bács megyei kupa 3. fordulójában a Kiskunhalasi FC a Kiskunmajsa csapatát látja vendégül. A 27-én vasárnap a Bibó Gimnázium sportcsarnokában 17 órakor az MB2-es férfi kézilabda bajnokság 2. őszi fordulójában a Kiskunhalasi UKSC a Kunszent Márton együttesével mérkőzik. A felnőttek előtt 15 órakor a junior csapatok meccselnek. Kedves nézőink, én munkatársaim nevében is megköszönöm mai kitüntető figyelmüket, további jó televízió nézést kívánok önöknek, jó estét kívánok!